magyar hadiparnak ugye az a első világháború lezáró szerződés is nagyon komoly problémákat okoz, hiszen meghatározza a békeellátás mértékét is. Egy egészen egyszerű példát mondok: megtiltja a repülőgépek magyarországi gyártását, megtiltja a repülőgépeknek a magyarországi vásárlását, tehát külföldről való vásárlását, a harckocsik, páncéljárművek gyártását szintén megtiltja, és limitálja az engedélyezett anyagot is, évente például kettő, azaz kettő darab tüzérségi löveg előállítását engedélyezi. Ez nyilvánvalóan nem tartható, ezért már a 20-as években, de főleg a 30-as években ezeket a határozatokat egész egyszerűen nem veszik figyelembe, kikerülik, megtesznek mindent annak érdekében, hogy a hadipari bázist kiépítsék. Mi kell a hadipar az elsősorban? Nyilván a katonának lőszert kell adni, akkor ez tűnik a legfontosabbnak a gyalogsági töltények és a tüzérségi lőszereknek az előállítása. Ez Magyarországon ugye elsősorban nagy lőszergyárat vagy lőszergyárakat igényel, ez Csepelen a első világháborúban működött már, és kiválóan működött Weiss Manfred koncernek a feladata, de az 1930-as évektől újabb lőszergyárak épülnek, Diózsőrben nyílik egy új nagy tüzérségi lőszergyár 1936-ban, Török Bálinton nyílik egy új lőszergyár, a mostani mechanikai művek, talán nemrég működött ez a gyár. Ezek is bizonyítják, hogy a 30-as években felpörög ez a fajta igény arra, hogy a katonák ellátása minél magasabb szinten működjék. De nyilván ehhez megfelelő lőpor és robbanógyártás kell, hiszen a tüzérségi lövedékekbe ezeket bele kell majd tenni, ezeket úgy készek kell szerelni. Ezért Magyaróváról az 1920-as évek elején elhozzák az akkori első világháborúban épült lőporgyárat. Péti nitrogén művek, ez mindenki által ismert, ez is egy nagyon érdekes dolog, de ezt kevesen tudják, hogy ez is a hadivegyiparnak az egyik alapja, hiszen két gyár épül a 20-as évek végén Péten, és nem csak azért, hogy műtrágyával lássa el a mezőgazdaságot, hanem azért, hogy nitrogén alapú vegyi anyagokat állítson elő a lőporgyártásnak, illetve később a vegyi harcanyaggyártásnak is. Tehát ott ez a várportai medencében fűszfő, Péteritrogén művel kialakul a hadivegyiparnak a, a magja. cseperen a, a weiss a tüzérségi lőszergyártás, illetve a gyalogsági tölténygyártásnak a, a, a magja, ezek megvannak. Diós a tüzérségi, illetve hát később a, a harckocsik és egyéb páncéltől haknavetőknek a gyártása, azonnak a csöveinek, az mint kulcsfontosságú momentum azoknak a gyártása. Természetesen ezek a legfontosabbak, de aztán 1930-as évektől már komoly repülőgépgyártás, picit korábban is, hiszen 28-tól már a weissmann felveszik a repülőgép motorját, a repülőgépgyártási programot, ez később tovább fejlődik, és Magyarország különböző licenszvásárlásokkal, vásárlásokkal, többnyire német, később olasz repülőgépek licenszvásárlásával nagy mennyiségű repülőgépet állít elő. Vannak önálló magyar fejlesztések is, talán egyik legismertebb a botont terepjáró tehergépkocsi, ami Magyar fejlesztés, Winkler Dezső mérnök még az 1930-as években fejleszti ezt ki. Több mint 2500 darab készül Magyarországon ebből a járműből. Ez nagyon előremutató technikai fejlesztéseket magába foglaló jármű. Tehát igen előremutató volt a magyar mérnöki tudás, az nagyon sok helyen előjön a hadépar hátterében is. Természetesen a háború előre haladtával a hadiparban is ö, ö, problémák merülnek fel. Egyrészt a nyersanyagellátás szempontjából, hiszen a szén, a vasérc hiánya, ez nagyon sokszor előkerül. Bizonyos speciális anyagoknak a behozatal, ami az országban nincsen, az vagy német megszállt területekről folyik be, vagy a németek által, vagy egyéb más országból beszerezhető, de ennek is vannak korlátai. Tehát a nyersanyag, energiahiány azért 1943 ban 44 ben, -ben nagyon jelentős tényező. És nagyon jelentős tényező a képzett szakmunkásoknak a hiánya is hiszen előbb-utóbb ők is sorra kerülnek, kiviszik őket a frontra, és azok, akik bejönnek helyettük, ugye nem annyira képzett munkások. Ennek egészen konkrét konzekvenciái is vannak, hiszen 1943-ban, de 1944-ben már mondjuk a lőszergyártás területén, a tüzérségi lőszergyalogsági a területén vannak olyan napok, hetek, amikor 30-35%-os selejtermelés Fordul elő, ezt regisztrálják is, levéltárakban ez az anyag most megtalálható, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, hiszen ilyen mennyiségű serejt ráta az békeidőben elképzelhetetlen lenne. Nagyon sok az a munkaerő, aki nyilván vidékről hoznak be képzetlen, ezeknek az átképzése azért, ez hosszú időt fel. Előbb-utóbb ugye a női munkaerő is nagyon sokat számít, és ez mind-mind problémahalmazok a hátországban. A munkásoknak az ellátása is, hiszen az élelmiszerellátás, a, a fűtés hiánya, ez nagyon komoly problémákat okoz a hátországban, és természetesen az elégedetlen munkások, ugye a munkás, a sztrájkók, a szakszervezeteknek a tevékenysége, bár a háborús üzemekben ugye nagyon szigorú korlátozások vannak, de azért problémát okoz a hadi üzemekben is. Nagyon komoly pusztításokat okoz 1944 tavaszától, áprilisában kezdődnek meg az első nagy bombázások, amelyek elsősorban hadipari üzemeket és elsődleges hadipari üzemeket, például a repülőgépgyárakat érik. Cseperen ugye a Weiss repülőgép és motorgyárat, Hortiligeten, mai nevén Sziget Szent a repülőgépbárat ahol a messzes mit kettő készülnek, és Győrött, ugye a, a Rába gyárnak, a vagongyárnak a műhelycsarnokai, ahol a mint 109 eseket szerelik össze. Ezek nagyon komoly csapásokat kapnak, ugye hatalmas légikötelékek bombázzák ezeket a központokat, de természetesen azokat a központokat is próbálják kiemelni. Elsősorban az amerikai, ugye nappal az amerikaiak bombáznak, az amerikai gépekkel, amelyek a hadiparnak az alapját képezik. Ördög ilyen megtervezett folyamat ez, hiszen tulajdonképpen lőszergyárak érintetlenül, szinte érintetlenül maradnak, de a lőszergyárak alapját képező péti nitrogén az gyakorlatilag porrá bombázzák. Tehát ott megszüntetik az alapanyaggyártást, és hetek, hónapok múlva le fognak állni a gyárak, hiszen nem kapnak olyan alapanyagot, és nem is tudnak beszerezni. Ennek ugye egyrészt az a célja, hogy hogy megszüntessék a hadipari termelést, másik része pedig az, hogy majd a háború után ezeket a gyárakat nyilván lehet majd használni egyéb más célokra, adott esetben a, a országot megszálló orosz csapatok harctedékesének a támogatására. A, a bombázások természetesen ö, ö, egyrészt hatalmas veszteséget okoznak, másrészt pedig azt, hogy megpróbálják, úgy mint Németországban, ezeket a gyárakat bevinni biztonságos helyre ö, a föld alá. Ezt meg is teszik. A kőbányai pince rendszerbe, a butafoki pince rendszerbe helyezik át a repülőgépgyártást, és ö, viszonylag jól sikerül, hiszen több tucat gépet szerelnek még ott össze 1944. második felében. Összességében Magyarországon, csak a néhány számot adott mondjak, közel 300 darab repülőgépet szerelnek össze, messzes, mint 109 G és F típusokat, ezek a vadászgépek, és körülbelül 270 darab messzes, mint 210-es romboló, amit összeszerelnek. Ennek egy részét már a föld alatti üzemekbe. A másik hatása annak, a bombázás annak természetesen, hogy ezeket a gyárakat megpróbálják kitelepíteni, mondván, hogy majd nyugaton, nyugat-magyarországon, vagy esetleg Ausztria területén ezeket a gyárakat majd újjá tudják építeni, és ott hadipari termelést folytathatnak. Hát ez nyilvánvalóan ez egy rémálom, ami ekkor történik, hiszen a munkások és a mérnökök is tudják, hogy ebből, ebből nem lehet semmi, nem is akarják elhagyni a lakóhelyüket nyilván, a családjukat nem akarják otthagyni, kényszer kitelepítések folynak, a gépeket vagonnak rakják. Ha vagonra rakták, akkor a, a gépeknek a fele már nem lesz üzemképes, mert uh, nyilván a, a, a szállítás az nem használ sem embernek, sem haditechnikának. Például a fegyvergyárat, ugye a Soroksári úti fegyvergyárat ezt uh, megpróbálják kitelepíteni, először Pápára viszik, majd onnan Magyaróvárra, az egykori éppen a lőporjár területén kiépíthető műhelycsarnokokba. Magyaróvára a gépeknek az egy harmad része nem ér már le, nyilvánvalóan, hogy károsodást okoz a gépekben. Az emberek jelentős része gyakorlatilag eltűnik, a, a munkások egy része, kényszerrel sem lehet őket befogni, hiszen mindenki szeretne a családja környékén maradni. Tehát egy irdatlan káosz alakul ki 1944 végén. Itt komoly hadipari termelésről már nem beszélhetünk, csak Budapest az, ami bizonyos eszközöknél még tartja magát, illetve a diós lövegüzem, amely a szovjet csapatok megérkezéséig, a fizikai megszállásig, gyakorlatilag az utolsó pillanatig termel. Érdekes módon ott például a munkások akadályozzák meg a gyárnak a leszerelését és nyugatra hurcolását. A rombolásokat is, ugye ott alá volt aknázva a gépek, amik nem tudtak volna elhozni, azok a rombolásra elő voltak készítve, és maguk a munkások akadályozzák meg. Saját jól fel érdekükből, hiszen ők dolgozni szeretnének még majd nyilván a háború után is, hiszen jó képzett szakemberekről van szó, úgyhogy hál' Istennek, például a Diós nem sikerült jelentős pusztításba vinni. De nagyon érdekes a háborúnak ez a szakasza. A hátországból nagyon-nagyon sok, tehát a bombázások nagyon sok kárt okoznak, emberi életben is, hozzáteszem, főleg azok, amelyek ugye a halipari központok környékén néhány eltévedt bomba azért a munkások óvóhelyét is érte. Tehát ez már a hadipar szempontjából egy viszonylag áttekintetlen hatalmas halmazt eredményez. 1945-ben pedig már nem is beszélhetünk egyáltalában komoly hadipari tevékenységről.